Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket Arcképek című műsorunk mai adásában. A mai adásban Lengyelné Molnár Tünde tanárnőt mutatjuk be, a Média Informatika Intézet tanárát. Tanárnő, azt kérném az elején mindjárt, hogy magadról röviden mondjál valamit. Jelenleg tanársegéd vagyok az informatika tanszéken. Matematika, számítástechnika szakos végzettségem után informatikus könyvtárosszak irányába mozdultam el, és ehhez Debrecenbe szereztem egy egyetemi végzettséget, jelenleg pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetemen vagyok doktorandusz hallgató könyvtárszakon. Hát ilyen röviden azért nem intézzük el a dolgot, hanem egy picit menjünk vissza. Hol születtél? Miskolcon születtem, de Miskolctól 10 km-re Gyonga nevű községben laknak a szüleim jelenleg is. És tehát ott jártál általános iskolába? Így van. Majd középiskolában, gondolom, Miskolcon. Így van. Könyvelő és programozói szakon végeztem a Fáy András a középiskolában. Tehát akkor lényegében ez egyenes út vezetett ugye a számítástechnika szakhoz. Gondolom, ilyen elhatározással voltál középiskolában is. Körülbelül olyan 10-12 évesen határoztam el, hogy én az informatikával akarok foglalkozni, és célirányosan végig ezen matematikát a pályán voltam. Szeretted? Nagyon, nagyon. Amikor befejeztem a főiskolát, azért ott nagy döntés volt, hogy a matematika vagy a számítástechnika maradjon meg. De aztán így alakult, hogy a tanszékre kerültem, és ez eldöntötte, hogy főként informatika, de szerencsére itt is néha tanítok matematika fél éveket. Ahogy mondod, hogy itt maradtál a tanszéken, lényegében hogy is volt ez? Tehát, hogy ide jártál a főiskolára, valószínű tanáraidnak a munkád megtetszettek, ugye, és valószínűleg próbálkoztak azzal, hogy itt maradjál tovább dolgozni. Harmadéves voltam a főiskolán, amikor elkezdtem tantárgyakat felvenni az akkor még oktatástechnológia tanszéken, és Forgó Sándor tanár úrnál TDK dolgozatot is írtam, egy multimédiát, aminek a témája Eger volt. Aztán ez a TDK egész jól sikerült, szakdolgozattá fejlődött ki, és egyre többet dolgoztam bent a tanszéken már hallgatóként is. Szerintem ennek köszönhető, hogy utána felajánlották azt a lehetőséget, hogy maradhassak itt. Igen, hát adódik a kérdés, hogyha az ember ilyen fiatalon visszakerül a hallgatótársakhoz, mert mondhatjuk, hogy hallgatótársakhoz, akkor az egy nem kis feladat, hogy hogyan birkózik meg ezzel az ember, hogy ugyanolyan korú hallgatótársakkal kell mondjuk egyik napról a másikra együtt dolgoznia. Ez nagyon kedves, ez kezdetben volt probléma, azért már lassan én is öregszem, és egyre kevésbé érzem magamat ugyanabban a korosztályban. De igen, mikor elkezdtem tanítani, akkor tényleg ez egyfajta feladat volt, hogy megoldjam, hogy velük egyidős vagyok, és tanárként kezeljenek. De azt hiszem, hogy igazából gondot ez nem okozott. Szerencsém volt abban is, hogy olyan tantárgyakat tanítunk a tanszéken, amiket általában szeretnek a hallgatók. Multimédia, informatika mindig érdeklődésre tart számot. És így maga a tananyag segített nekem abban megoldani, hogy ne legyen ilyen konfliktusom a hallgatókkal. Most meg már hát telik az idő, és igazából ez nem okoz gondot. Mondhatjuk úgy, hogy akkor, hogy ez a szakterület olyan munkaformákat hoz, ahol lényegében a tanár és a hallgató közötti, hogy úgy mondjam, tekintélybeli különbségek úgy eltűnnek, és szabadon lehet dolgozni, ugye? A multimédia fejlesztés mindenképp. Most már mondjuk egyre több informatikus könyvtáros tárgyat tanítok, amiben a frontális oktatás is nagyobb szerepet kap. Itt, mivel több az elméleti jellegű oktatás is, ennél már egy kicsit másabb formák, de amivel kezdtem, jobbára multimédia fejlesztéssel, ott tényleg csoportmunka volt a meghatározó. Hát a korszerű információs kommunikációs technológiák korszakában ezt a multimédia szót valószínűleg a nézők is sokat hallják. Mit értünk ez alatt? Én jó magam is átestem már több olyan szakaszon, vonulaton, amikor ezt különböző módon értelmeztük. Hogy értelmezték akkor, amikor elkezdtél ezzel foglalkozni, és hogy értelmezzük ezt ma? De amikor még én elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor a legfőbb szakmaiságát az jelentette, hogy milyen tényezők kerüljenek bele a definícióba, a meghatározásba ahhoz, hogy ne keverje össze a videóval a hallgató, hiszen a videóban is már ugye több médium jelenik meg, a hang is, a kép is, és ezért ott a hangsúly azon volt, hogy magát a számítógépet, illetve az interakciót bevonják a meghatározásba.
Ma már ez igazából szerintem nem számottevő, nem jelent gondot. Ma inkább a hálózat alapú továbbítás kapja a fontosabb szerepet, illetve egyre inkább a távoktatás irányába való felhasználás szerintem az, ami még bekerül a meghatározásba, illetve a multimédiáról beszélünk szerintem. Nagyon rövid idő alatt az ember a távoktatás telelőrnénk fogalmához is eljut. Felvetetted azt is, hogy a végzés után ugye főiskolai diplomáddal egy újabb diploma megszerzéséhez fogtál, és ez az informatikus könyvtáros szak volt. Számomra, aki hát belülről is jól ismerem a témát, ez azért egy picit elmozdulás a bölcsészet felé, vagy a humán informatika felé. Tetszett neked ez az új irány, vagy valami fajta kényszerből tetted ezt? Hát kezdetben nehézséget okozott, hogy humán irányba mozduljak el, de mivel a tanszékünkön ez a szak indult meg, akkor természetes volt, hogy én is ebben az irányban kezdek el tovább tanulni. Viszont nagyon rövid idő alatt sikerült ezeket a nehézségeket leküzdeni, és ma már érzem, hogy tényleg jó, hogy abba az irányba mozdultam el, hiszen a reál tudása, a logikai érzéke szerintem azért az embernek nem csökken, viszont sokat jelent, főleg amikor egyre többet kell a doktori disszertációhoz is ebben a témában publikálnom, sokat jelent, hogy volt egy kis humán irányba való elmozdulás. Igen, azért kiélheted itt magad a számítástechnikai programozói, hogy úgy mondjam, felkészültségét tudod alkalmazni, használni? A tanszéki munkámban mindenképp, hiszen még mai napig is készítünk multimédiákat, illetve maga a távoktatás is azért komoly technikai hátteret igényel. Elektronikus tananyagok készítésénél is elég összetett informatikai tudásra van szerintem szükség, úgyhogy mindenképp. És szabad azt kérdezni, milyen sikerrel végezted ezt a második diplomádat, tehát gondolom jó tanulóként. Igen, szerencsére jó tanulóként. A Debreceni Egyetemet azt kitüntetéssel végeztem. A doktori képzésem pedig már jelenleg a harmadév utolsó fél éve következik most, és hát eddig sem volt szerencsére gond. Jó, erről fogunk egy picit bővebben beszélni, de azért maradjunk még egy picit a Debreceni Egyetemnél. Ott nyilván volt egy szakdolgozati témád, egy diplomamunkád. Miről írtad a diplomamunkádat? Milyen témába mélyedtél el? Már ott témának olyat választottam, amit hosszabb távon utána, mint kutatási vonalatot tudom magamnak kitűzni célul. A témám automatikus referátum készítésnek a statisztikai háttere volt. Na itt álljunk meg egy picit, ugye azt gondolom, hogy ezt egy pici magyarázatra szolgál, hogy egyáltalán mi az, hogy referátum készítés, és hát mit jelent ennek az automatizálás, ugye, ami a címből kiderül? A kutatási témámnak az a lényege, hogy egy bemeneti cikk esetén megpróbálja meghatározni a leghasznosabb, leglényegesebb mondatokat. Mai világban, amikor rengeteg publikáció jelenik meg, elég nagy gondot okoz, hogy mindegyiket áttekintsük, napra készek legyenek a kutatók, tanárok, és éppen ezért szerintem szükség lenne több ilyen jellegű vállalkozásra, ami segíti a lényeget feltárni. Eddig magyar nyelven jobbára ez személyek által valósult csak meg, ennek az automatizálása még Magyarországon nem történt meg. Tehát a probléma lényegében az, hogy egy kutatónak rengeteg információt, rengeteg szakirodalmat kell áttanulmányozni. Ugye ez szinte képtelenség a mai világban, és ehhez próbál nyilván az információs szakember valamilyen segítséget nyújtani. Ugye jól értem a dolgot, és ez a fajta referátum készítés, ami ráadásul automatizál, de gondolom itt a számítástechnikának van óriási szerepe, ez könnyíti meg lényegében, és ezt teszi eredményesebbé a munkát. Nekem mégis az lenne a kérdésem, hogy ugyanolyan végtermék készülhet ilyen esetben, mintha ezt mondjuk egy jól felkészült könyvtáros teszi? Erre választani jelenleg nem tudok. A kutatásomnak egy tervezett fázisa is az, amikor elkészül az automatizáló program, hogy akkor az eredményét összehasonlítani szakemberek által végzett kivonatolással. Azt azért hozzá kell tennem, hogy magának a referátumnak többféle formája létezik. Én a kivonatolásra helyezem a hangsúlyt, mégpedig az eredmény nem egy összefüggő másfél-két oldalas szövegrész lesz, hanem az eredeti cikk körülbelül 10%-os tömörítése,
és ezt egy-egy gondolati formában a leghasznosabb mondatok foglalnák össze, kivonatolnák. Tehát gondolom itt, hogy mondjuk a szavakkal nyilván jól megbirkózhat a számítógép, gondolom, de azért ebben a nehézséget azt jelenti, hogy ezt azért értelmes mondatokká kellene szerkeszteni, vagy nem lényeges, hogy ez teljesen értelmes mondatok legyenek, fontosabbak, hogy a kulcsszavak megfelelő helyen elhelyezkedjenek. A legnehezebb részét az azt jelenti, hogy megtaláljuk, hogy melyek azok a mondatok, amelyek hasznosak. A cikknek a mondataira helyezem én a hangsúlyt. Lényegében nem a tárgyszó keresés akkor a... Az az első lépés. Tehát a szövegnek a leghasznosabb szavait próbálom megkeresni. Már itt is a számítógépes nyelvészet eredményeire van szükség, hiszen a szótövek meghatározása egy komoly számítástechnikai feladat, de szerencsére már ebben Magyarországon nagyon jó kis szoftverek vannak. Tehát a szöveg szókorpuszának a felállítása után meg kell határozni, hogy melyek a leghasznosabb, szignifikáns kifejezések. És itt egy újabb, elég komoly problémával állunk szembe, hiszen ennek meghatározásához a szakterületekre jellemző gyakorisági szótárakat szokták igénybe venni. Hogy melyik szakterületnek mely az a szókincse, ami jellemzi. Mik a leggyakrabban használt szavak? Így van. Viszont Magyarországon nem nagyon vannak ilyen jellegű gyakorisági szótárak. Uh-huh. Petőfi versekre, Csokonai munkáira, Balassi szótár például létezik, illetve régebbi 16. századi kódexekből készítettek gyakorisági szótárakat, de a mai szakterületeknél ezzel sajnos hadilábon állunk magyar nyelven. Éppen ezért ennek a kiválasztása, hogy melyek azok a szavak, amelyek szignifikánsak, jelenti a legnagyobb gondot. Uh-huh. Ha meghatároztuk a szignifikáns szavakat... Uh-huh. És hogy tudja ezt a kutató áthidalni ezt a problémát, hogy ezek nem állnak rendelkezésre? Szerencsére a minisztériumnak van most jelenleg egy aktuális projektje, a Szószabja vállalkozás, amelyben a Budapesti Műszaki Egyetem és a MATÁV-nak azt hiszem egy kis csapatja próbálja a köznyelv gyakorisági szótárát felállítani. Illetve egyre több kutatás indul meg ebben az irányban, szerintem mások is érzik, hogy itt hiány van magyar nyelven, és például jelenleg már a magyar értelmező kézi szótárt is úgy adták ki, hogy minden egyes kifejezés mellé oda teszik annak a szónak a gyakoriságát a magyar nyelvben. Tehát most ez az év, meg a tavalyi év körülbelül az, amikor kezdenek segítő gyakorisági szótárak előállni magyar nyelven, úgyhogy remélem, hogy ezek fognak segíteni a probléma áthidalásában. Na hát itt ugye az egyetemi disszertációtól jól belemélyedtünk most már magába a kutatásba, de hát ez is volt a célom lényegében, hogy ugye az egyetemen elvégzett munkát egy PhD iskolába tovább lehetett folytatni. Igen. Ez pedig ugye az Eötvös Loránd Tudományegyetem PhD iskolája, ahol lényegében éppen befejezés előtt állsz, ugye? Igen, és a tanulmányi időszakot 3 éves a képzés, annak az utolsó hónapjában járok. A kutatásodnak mi is akkor a pontos címe? Automatikus referátumkészítés. Tehát ilyen rövid, automatikus referátumkészítés, amiről eddig beszéltünk, a témavezetődet. Ha megemlítenénk ki a témavezetőben. A témavezetőm barátné Hajdú Ágnes, a Szegedi Könyvtár Tanszék tanszékvezetője. Uh-huh. Tehát ő a doktori iskola külső oktatója, és ő vezeti a témát, értem. Nyilvánvaló a kérdés, hogy vajon mikor számíthatunk mi kollégák arra, hogy védésre kerül a sor, tehát mikor kerül beadásra ez a disszertáció? Hát én nagyon szeretném, hogy egy éven belül én befejezzem ezt a képzést. A képzés azt nyilván befejezed bármint most. Mármint, hogy disszertációval és egyéb szükséges feltételek teljesítésével együtt. Értem, hát ez sok sikert kívánunk, de bennem azért mégis az vetődik fel, hogy jó, ha befejezzük, hogy lehet-e ezt a témát tovább folytatni még, lehet-e ezen tovább dolgozni, vagy esetleg úgy fogsz dönteni, hogy egy másik témával folytatod a kutatási tevékenységedet. Hát mindenképp lehet tovább folytatni, mert mint ahogy említettem is, nehéz területe a gyakorisági szótárak jelenlegi helyzete, és én bízok abban, hogy az évek során egyre több olyan szótár jelenik meg, amelyet a program jobban tud hasznosítani. Tehát mivel jelenleg ezek a vállalkozások jobbára a köznyelv kifejezéseit ölelik át, nem pedig szakterületre orientálódnak, ezért mindenképp biztos vagyok abban, hogy lesz folytatása ennek a munkának. Illetve, hát nagyon remélem, ha sikerül összeállítanom ezt a programot, akkor talán fel fogják tudni használni magába a könyvtáros szakmában is. Hát ez egy
nagyon jó dolog lenne nyilván, hogyha ennek konkrét gyakorlati hasznát látnánk. Tanárnő, egy picit az jutott eszembe, hogy a nyelvészet és az informatika, vagy számítástechnika egyfajta integrációjával állunk azért napjainkban szembe, hiszen nagyon sok olyan kutatási terület van, ahol ami a nyelvészet és számítástechnika határterületén hát folytatódik, hogy mi lehet ennek az oka, hogy ezek most ilyen aktuálissá válnak? Gondolok itt például mondjuk a különböző szótárak használatára, elektronikus szótárak használatára, annak mindenféle praktikus változatára, nem beszélve az automatikus vagy számítógépes fordításról például, amiben azt gondolom hosszú évek óta dolgoznak a kutatók. Szerintem erre egyre nagyobb igény lesz, főleg azáltal, hogy csatlakoztunk az Európai Unióhoz, magának az idegen nyelvű műveknek magyarra fordítása, illetve ellentétes irányba történő fordításokhoz szüksége van az embernek mindenképp segítségre, illetve maga ez, hogy egyre több cikk jelenik meg, annyira gyorsan fejlődik a tudomány, hogy magának a tudomány eredményeinek a publikálása is számottevő, illetve hát azért ez benne van, hogy nagyon sok cikkben sok a redundáns információ. Ezeknek a kiszűrése nagyon fontos dolog, sokat segít a kutatóknak, hogyha tudja, hogy egy szakterületen megjelenő cikkekben melyek az újdonságtartalom, mi az, amit miatt érdemes elővennie azt a publikációt. És mindezek segítsége csak a nyelvészet által valósulhat meg. Jól együtt kell dolgozni itt a nyelvésszel az informatikusnak, gondolom. Természetesen. Szerencsés egyesség, hogyha az informatikus maga is nyelvész. Sajnos nekem ekkora szerencsém nincs, úgyhogy igen, komoly segítségre van szüksége ilyenkor az embernek a nyelvészeti irányból. Tanárnő, egy picit a tudományos munkától, egy picit a mindennapokhoz, az oktató munkához. Éppen most a kérdés talán annyira nem aktuális, mert ugye éppen kisgyermekkel otthon vagy, és hát ez egy nagyon szép és kellemes időszak, de gondolom én, hogy az oktatással való kapcsolatod azért az valami módon megmaradt. Igen, mindenképp. Igaz, már lassan másfél éve otthon vagyok, de maga az informatika olyan terület, hogy itt az ember nem igazán engedheti meg magának, hogy 2-3 éven keresztül nem foglalkozik a szakmával, mert itt azért utána nagyon nehéz lenne visszajönni, úgyhogy próbálom magam szinten tartani. Illetve hát maga a doktori munka is megkívánja, hogy az ember órákat tartson, részt vegyen a tudományos életben, úgyhogy igen, aktívan folytatom ezeket a dolgokat. Többször elhangzott itt a távoktatás. Ezt lehet gyesen otthon ezt a dolgot művelni? Igen, ez erre kifejezetten ideális. Ugye itt annyira nincs megkötve az ember időbe, hogy mikor tartja az órát, hanem a hallgatók leveleire napi rendszerességgel lehet foglalkozni a saját időbeosztásom szerint, úgyhogy ez gyesen nyugdíjban lévő kollégáknak teljesen tökéletes. Van időnk idézőjelbe foglalkozni a hallgatókkal kicsit részletesebben, bővebben. Milyen tanegységek, tantárgyak ezek, amelyeket most éppen a távoktatásban gyakorolsz, vagy csinálsz? Én kutatásmódszertannal foglalkozok, illetve számítógépes információszolgáltatásokat, multimédia fejlesztést tanítok a távoktatásos hallgatóknak. A kutatásmódszertan az lényegében azért a tudományos munkádhoz is lényegében jól kötődik, ha másban nem módszereiben jól tudod hasznosítani. Miért szereted ezt a tantárgyat? Egyrészt, amikor elkezdtem ezt elsajátítani, én magam is örültem, hogy elméletileg megalapozottan tudom magukat a módszereket használni, illetve ezeknek a feldolgozása jobbára számítógéppel történik, és maga a... Tehát valahol jelen van egy picit a matematika, így statisztika. Így van. Úgyhogy tehát az eredeti szakmádat is jól tudod hasznosítani. Valószínűleg ezért szeretem ezt a tantárgyat legjobban. Mi a távoktatásról a megítélésed? Manapság nagyon sokat beszélünk róla. Itt-ott egy-két kiábrándultság is van, azt gondolom, ezen a területen. Te hogy látod a jövőjét ennek a formának? A jövőjét azt nehéz lenne megjósolni, viszont abban biztos vagyok, hogy van rá igény.
Egyszerűen szerintem a hallgatóknak is egyre kevesebben tudják megoldani azt, hogy levelező oktatás keretén belül minden héten péntek szombaton jöjjenek más városba, részt vegyenek az egyetemi főiskolai életben, viszont a távoktatással otthon osztják be az idejüket. Ez ugye magába foglalja azt a nehézséget is, hogy ha otthon osztja be az idejét, nehéz beosztani, sokszor nem fordítanak elegendő időt a tananyag elsajátítására, úgyhogy itt maguknak a tanároknak is fontos szerepe van, ide speciális tananyagokra van szükség, és minél inkább el tudjuk ezeket a tananyagokat mozdítani, hogy multimediálisak legyenek, a megértést jobban segítsék, több didaktikai módszert vigyünk bele, annál könnyebb nekik otthon elsajátítani. Igen, azért provokálnám egy picit a tanárnőt, azzal, hogy ez így igaz, ahogy elmondtad, sőt, hát szakirodalmakban is leírtuk, olvashatjuk, de mégis a minden napokban azt tapasztaljuk, hogy mintha jelen időszakunkban mégis szívesebben választaná a hallgató a hagyományos levelezőképzést, hogy mintha azon a területen a létszám valamelyest jobban megvan, és mintha a távoktatásnál az utóbbi egy-két évben talán inkább csökken az érdeklődés, hogy vajon minek köszönhető ez? Én úgy gondolom, hogy ennek az az oka, hogy a távoktatási szakon túl nagy számú tantárgy elsajátítása nehéz. Tehát ugye az alapképzésnek, a levelezőképzésnek és a távoktatási képzésnek a tantárgyai majdnem, hogy hasonlóak, vagy teljesen azonosak is, és szerintem el kellene mozdulni abba az irányba, hogy távoktatáson új tantervi hálót, új tantárgyakat találni ki, és nem feltétlenül muszáj szerintem minden tantárgyat, amit a levelezősök nappalisok tanulnak, távoktatási tagozaton is tanulni, mert így ez jelentősebb számú, mint amit el tudnak sajátítani. Én egyik problémáját ebben láttam. Ez egy elég reform elképzelés, mondjuk, hogy tehát az oktatási forma az egy picit a tartalomhoz is nyúljon hozzá, ugye? Ne csak formailag, tehát ne csak megjelenésében, hanem hát struktúrájában is, ugye? Ezt érted rajta. Így van. Igen, hát azért mondom, hogy reform elképzelés, mert hát végül is a kimenet, a diploma, azt pedig ugyanannak kell lenni, tehát azonos tartalom mellé lehet adni azonos értékű diplomát, de lehet benne némi igazság, valószínű, hogy a tantárgyak száma, tagoltsága, és így tovább lehet, hogy jobban kellene a távoktatáshoz alkalmazkodnia. Talán kevesebb számú tantárgy, de a tartalmilag átfogóan esetleg a hagyományos oktatás 2-3 tantárgyát képviselje. Nekem azért eszembe jut egy másik is, nem tudom, hogy mi a véleménye a tanárnak, hogy a távoktatáshoz azért kellenek bizonyos kompetenciák. Szoktuk mondani, hogy nem mindenki tud távoktatással tanulni, hogy nem az lehet az oka, hogy vajon a mai magyar felnőtt lakosságnak, vagy a távoktatásra potenciálisan jelentkezőknek nincsenek meg ezek a kompetenciái? Tehát nem ez lehet az oka, hogy inkább választják a hagyományos, már jól bevált módszereket? De biztos vagyok benne, hogy ez is nagyon lényeges tényező. Szerintem a mai fiatalság már fel lesz készítve arra, hogy amit ugye életünk végéig tartó tanulásnak szoktunk nevezni, ők már képesek lesznek egyedül önállóan otthon tanulni. Viszont pár évvel ezelőtt még nem igazán készítettek fel erre a középiskolák, gimnáziumok, hogy az ember önállóan tanuljon. És ez egy elég nehéz dolog, hogyha fontos kompetenciák szükségesek hozzá, amivel ha nem rendelkezik, akkor bizony tényleg nem ez a megfelelő forma. Egy picit tovább mennénk, és hát mondhatjuk azt is, ugye, hogy itt lényegében elhangzott már többször, hogy nagy előszetettel készít el különböző multimédiákat, különböző multimédiás tartalmakat, és hát én azt is elmondom a nézőknek, hogy ezek a multimédiás tartalmak, amiket a tanárnő készített, ezeknek jó része elérhető, és sokan használják is ezeket, tehát majdnem egy része, mondhatnám, megvásárolható is, tehát tényleg hasznos tartalmak. Itt az jutott eszembe, hogy itt éppen a nagykönyv versengésébe, talán amit most az állami televízióban látunk, hogy vajon beszéltünk-e arról, hogy a multimédia, mert tudjuk, hogy egy nagyszerű dolog, vajon egy ugyanolyan utat be fog járni, mint a
hagyományos médium a könyv. Hogy ugyanolyan utat, ezt így ebben a formában nem mondanám. Biztos, hogy ezelőtt is hosszú jövő áll, és abba az irányba indulunk el szerintem, hogy már maga az anyaga miatt, hogy főleg a mai fiatalság szerintem egyre jobban fog érdeklődni az informatika iránt, szívesebben tanulnak multimédiával, mint hogy leüljenek könyvet olvasni, amit nem feltétlenül helyes, de szerintem ebbe az irányba tartunk, úgyhogy biztos, hogy nagy jövő áll előttük. Nem akarok ilyen nagy kérdéseket itt megvitatni, de épp valamelyik nap hallottam szülőktől, hogy valami hihetetlenül jól olvasnak a gyerekek képernyőről, mi pedig én jó magam, hát el nem tudom képzelni a képernyőről való olvasást. Nem is tudom, talán valahol a Magyar Elektronikus Könyvtárban láttam, hogy például az Egri Csillagok című könyvet statisztikában a 8. helyen áll, és az jutott eszembe, hogy vajon ki az, aki az Egri Csillagokat képernyőről olvassa. Tehát azért kezdenek egy ilyen paradoxonok lenni, amelyekre az ember nem nagyon tudja a választ. Tehát tényleg fogunk képernyőről olvasni? Biztos vagyok benne, hogy igen. Biztos vagyok benne, hogy igen. Már maga az, hogy a műnek a beszerzése nem időhöz, könyvtárnyitva tartásához kötött, hanem ha a tanulónak előző este jut eszébe 10 órakor, hogy holnap neki az egyik fejezetből olvasónaplót kell készíteni, hát akkor este gyorsan interneten keresztül szerintem hozzá tud férni az anyaghoz. Már egyrészt ez is, illetve maga a gép használat élménye szerintem abba az irányba mozdul el, hogy igen, a válasz erre a kérdésre. Igen, ezt valószínűleg el tudom fogadni. Éppen itt a Magyar Elektronikus Könyvtárban olvastam. Az egyik olvasó a Fali Újságra a következőt írta, hogy itt ülök Kaliforniába XY cégnél, és a főnökön bosszantására az Egri Csillagokat olvasom. Tehát biztos lehetnek olyan esetek, amikor tényleg képernyőről, mert valószínű könyvformájában éppen Kaliforniában nincs meg neki az Egri Csillagok. Tanárnő, egy picit itt a beszélgetésünk vége felé, egy picit a magánéletedről, szabadidődről. Hát most azt hiszem, a szabadidőt van mire tölteni, és egy nagyon kellemes, egy nagyon szép kisfiad van, nagyon aranyos kisfiad, és gondolom egy nagyon kellemes szabadidő eltöltés, de azért azt hadd kérdezzem már, hogy így hosszú távon mivel töltöd szívesen a szabadidődet? A kisgyermek mellett is néha biztos ki kell kapcsolódni egy picit. Igen, bár most általában a kikapcsolódás összekapcsolódik vele, és egyre gyakrabban kirándulunk, ami neki is jó, és nekünk is nagyon jót tesz. Illetve amit viszont mellette nem nagyon tudok gyakorolni, és most egy másfél-két év kiesett az egyik kedvenc időtöltésem nekem az úszás. De már most nagyobb lesz, és őt is bevonhatjuk ebbe a programba, úgyhogy hamarosan szerintem újra elkezdek úszni. És már próbálkozik, tud úszni egy kicsit? Nem. De akkor most, ebben most megoszlanak eléggé a vélemények a doktornő és az úszásoktató nem igazán értenek ebben egyet. Aha. De majd hamarosan. És emellett én még mindig szeretem a hagyományos könyvformájában történő olvasást is. Ha jól tudom, a férjed ő mérnök ember, ugye? Igen, villamosmérnök. Villamosmérnök, és milyen szakterületen tevékenykedik? Ő villamosmérnökként dolgozik, nyomtatott áramkört tervező üzemben itt Egerben. Aha. Már csak azért kérdezem, hogy van azért a házastársaknak közös szakmai, a számítástechnika biztos az, ugye? Persze. Hát maga a villamosmérnök szakma az elég komolyan kötődik az informatikához. Ott akkor van mit megbeszélni. van otthoni segítség, úgy mondanám inkább, hogy egymást tudjuk segíteni szerencsére. Hát tanárnő, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Lényegében beszélgetésünk apropója, hogy a PhD iskolának szinte a végén vagy, és hát mi kollégák ugye nagy izgalommal várjuk a dolgozat beadását, illetve annak megvédését, és most így a beszélgetés végére ehhez kívánok neked nagyon sok sikert, és hát azzal búcsúzom a nézőktől, hogy rövidesen az Arcképek című műsorral újra jelentkezünk.